Ahogy ígértem, folytatódik a térfél, mai adásunk harmadik részében kerékpárral fogunk foglalkozni. Köszöntöm a stúdióban Rigó Zsoltulat, a Bike Zone Gödöllő Kerékpáros Sportegyesület elnök helyettesét, és Kis András Zsulat, az Egyesület utánpótlásért felelős vezetőjét, ügyvezetőjét. Hiszem, ezt a titulust kaptam, tehát akkor ezt használjuk. Jó estét kívánok! Hát akkor kezdjük azzal, hogy Bike Zone Gödöllő elég sokan ismerik, mert nem egy ma alakult egyesület, de hát azért az alakulástól és az azóta eltelt időszakról, ha valamit mondanátok, bemutatkozásképpen. Hát ugye 2000 év végén alakult az egyesület, abból a megfontolásból ez egy baráti társaságként indult, és igazából a kerékpársport népszerűsítése érdekében úgy döntöttek itt egy páran Gödöllőn, hogy alakítanak egy kerékpáros egyesületet. Aztán úgy alakult, hogy ez a mountain bike-ra korlátozódott le a kerékpársporton belül. Ez miért? Egyébként mi volt ennek az oka? Hát szerintem a hely adottságai, hogy inkább a itt a domborzat, igen, és a hegyek, földjek. És hát sokkal nyugodtabb az erdőben biciklizni, mint az ott. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert én azért szoktam itt a környéken autózni, és a környező utakon sokan edzenek, gyakorolnak, már profi bringások, akik ugye nem mountain bike-kal vannak ki, hanem hát országúti kerékpárosok. Tehát végül is ez is kialakulhatott volna, mert alkalmas itt a terep viszony erre is, nem? Hát igen, de hát az autósoktól azért sokan félnek. Jó, nyilván. és azért inkább a dombokra orientálódtak, akik az egyesületet alakították annak idején. És ugye amikor csatlakoztunk az egyesülethez, akkor mi is azért csatlakoztunk, mert hát van azért országúti egyesület is. Mondjuk a környéken nagyon nincs, csak bent Pesten, de lehetett volna, de hát mi pont ezért, hogy a... Hát végül is a Bike Zone végül is egy szabadidős sportegyesület, nevezhetjük ennek. Igen. Gyakorlatilag első számú funkciója. És ez hogy fejlődött? Hogy tudtátok fejleszteni, hát, bővíteni? Elindultunk versenyeken, láttuk, hogy az országban hogy működnek az egyesületek, milyenek ezek a rendezvények, és aztán úgy alakult, hogy kicsit idősebbek lettünk, család, gyerekek, stb., és akkor szerettük volna, hogyha a gyerekek is kerékpároznak, és akkor egy páran, szülők, apukák úgy döntöttünk, hogy hát akkor a saját gyerekeinkkel megpróbálunk biciklizni a környéken. De hát ezt ugye látván a környező települések vagy Gödöllőn is a szülők és a kisgyerekek megtetszett nekik, és akkor teljesen véletlenszerűen csöppentek be hozzánk gyerekek innen-onnan, és aztán úgy tűnt, hogy ez működni tud. Tőled kérdezem, András, mert te felelsz végül is az utánpótlásért, hogyha jönnek a fiatalok, jönnek a gyerekek. Nyilvánvaló edzést tudtok tartani, vagy kell tartani nekik? Vagy kimentek közösen bringázni, és az maga az edzés? Vagy hogy működik ez? Hát tulajdonképpen a kerékpár az viszonylag szabad sportág, ahhoz képest mondjuk egy teremben űző sportághoz képest. Hát alapvetően ugye kimegyünk velük biciklizni. De és akkor ugye tanítjátok valamire? Vagy föl van építve mondjuk a fizikai terhelés? Természetesen. Alapvetően ugye a kerékpársportnak ugye 10 szakága van, és ugye amikor egy gyerek ugye elkezd biciklizni, akkor nem érdemes szakosodni. Tehát a 10 szakákból mondjuk bizonyos szakákat az ilyen teremkerékpárt ilyeneket nem űzünk, de ugye az országút az nagyon fontos, ugye az állóképességi paraméterek miatt. A mountain bike az a szakág, ahol tulajdonképpen mindent lehet csinálni, tehát ott ugye terepen biciklizünk, de egyébként kell az állóképesség is, és akkor még ott vannak a BMX szakágak, amik meg kifejezetten az ügyesség, tehát egy gyereknek a fejlődésében, ahhoz, hogy egyébként belőle biciklis legyen, versenyző, ahhoz ezeket mindenképpen ötvözni kell. És akkor ugye a kerékpársportban is, mint bármilyen más, tehát ugye a fociban is lehet azt, mint amit régen, hogy lement mindenki és gruntfocizott, és akkor az ugye csak gruntfoci volt, tehát hogy a kerékpáros edzések is ugyanúgy térnek el a gruntfocitól és a focis edzések, mint a biciklizgetünk a parkban és a kerékpáros edzések. Tehát ez körülbelül ugyanilyen a tematika, tehát van tematikája is, mindenféle paramétereket figyelembe véve, tehát az erő, az állóképesség és a technika, ez a három alap, amit egyébként fejlesztenünk kell a gyerekötökben, ugye ez mind korfüggő. Tehát attól függ, hogy ugye a kor tekintetében ugye hol tart az ifjú. Mikor érdemes? Mondjuk egy gyerek megtanul biciklizni. A kerékpársport az ebből a szempontból nagyon szerencsés, mert vannak azok a sportágak, mint mondjuk a torna,
ami nagyon-nagyon korán csúcsosodik. Tehát mondjuk a lányoknál már 8 évesen már olyan torna bemutatókat kell mutatni, amiből már azt gondolná az ember, hogy már mindjárt az olimpián indulhat. Na most a kerékpár sport az nem ilyen, mert még a lányoknál is 20 év fölött csúcsosodik, a fiúknál is 20-25, inkább 27, még akár 30 évig is elhúzódik, de még 30 év fölött is vannak egyébként nagyon jó versenyzők, sőt egyébként a világbajnokságokon most 40 év fölötti nők is indulnak egészen jó eredménnyel. Tehát a lényeg az az, hogy nem kell elsietni a kerékpár sportot, 10 évesen bőven elég elkezdeni. De hogyha ilyen 10 év közeli időben, tehát ilyen 8-9 évesen valaki elkezd kerékpár sportolni, belőle még bármi lehet. Hogyha már 14 év fölött kezdi el, akkor már leginkább csak az országút szakák felé fog orientálódni, és ennek az az oka, hogy akkor még nagyon jól lehet fejleszteni az erőt és az állóképességet, de a technikát már annyira nem. Ez bármilyen érdekes, hogy nem csak erőlét kérdése, hanem technika kérdése is ez. Igen. A bringázás. Igen. És sokan azt gondolják, hogy csak erő kell hozzá, de nem. Ezek szerint más is. Igen, ez pont ezért szép, mert ugye ahhoz képest, ami mondjuk egy időfutam, tehát egy országúti időfutam, ahol kifejezetten az erő és az állóképesség az, ami dominál, itt ugye a technikai képességek nagyon erősen dominálnak. És ezért van egyébként az a fejlődési útvonal, hogy amikor a gyerekek még kicsik, akkor ezt az időszakot ki kell használni a technikának a fejlesztésére, az, hogy egyébként olyan módon kezeljék a biciklit, hogy a bicikli és ő maga az egy sportoló, tehát hogy azt megfelelően tudja kezelni. Zsolt, térjünk vissza arra, hogy említetted, vagy említettem én, hogy szabadidős sport, de ugye versenyeztek is, és elsősorban mountain bike-ba, sőt olyannyira, hogy 2017-ben, tehát tavaly az ország legeredményesebb szakosztálya volt a Bike Zone? Igen, hál' Istennek elértük ezt a... Ez milyen eredményekkel értétek el, hogy... Hát a... Különböző korosztályban? Nem, ez egy összetett eredmény, az utánpótlás és a felnőtt versenyzők összetett eredménye, olimpiai cross szakágról beszélünk elsősorban, és hát a sok eredmény a gyerekektől is, és a felnőttektől is, ez egy minden, egy olimpiai, vagy egy évben van több állomása a versenyszezonnak, ugye, ez egy sorozat, egy kupafutam sorozat, plusz az országos bajnokság, és akkor ezeknek a versenyeknek az összeredmény pontszáma alapján sikerült a legeredményesebb utánpótlás nevelő, és... Nemzetközi szinten is megmutatkoztatok? Vagy voltatok külföldön versenyen? Vagy voltunk, hazai nemzetközi versenyen? Voltunk külföldön versenyen a gyerekekkel. Hol lehet elhelyezni ezt gyakorlatilag felkészültségben? Hát a külföldi versenyeken azért, ugye egy Ausztriában vagy egy szlovákiai versenyen azért lényegesen felkészültebbek, vagy hát ugye a helyadottság miatt sokkal ügyesebbek a felnőttek is egyébként, mint mennyire drága sportág ez? Hát eléggé. Jó, értem, gondolom, hogy nem mindegy, hogy milyen technikával, vagy milyen kerékpárral. Hát nyilván elég nagy a szórás. De azért elég költséges, ugye minden, hát egy szezonban majdnem minden hétvégén verseny van az ország különböző pontján. Oda ugye a leutazás, hogyha több napról beszélünk, akkor szállás költsége is, és a kerékpárról, és a kerékpáros felszerelésekről nem is beszélve, ruházat, védőfelszerelések, azok elég. És ezt mindenki saját magája, mondom, az egyesület talán tagdíjat, ha tud szedni, illetve a város öngödöllői önkormányzat 100-130 ezer forintos támogatást olvastam tavaly évben, amit adott. Igen. Illetve kaptatok egy díjat, egy külön díjat most február 26-án, mint igen. Egyik legeredményesebb egyesület. Igen. De hát ugye ez pénz. De az nem jár pénzzel. Nem jár, igen. Tehát ezt gyakorlatilag össze kell rakni a családi költségvetésnek, hogyha valaki erre adja a fejét, akkor ez zsebben nyúlós. Igen. Hát a Kerékpáros Szövetségnek volt egy programja, amivel támogatta az eredményesebb egyesületeket. Ez megszűnt. Úgyhogy igen, ez szponzoroktól és a szülők segítsége, meg hát a felnőtt tagok segítsége. Igen, aki már dolgozik mellette, esetleg az jobban megteheti, hogy áldoz erre a sportra. Térjünk át arra, ami tulajdonképpen aktuális, hiszen ti népszerűsítétek ezt a sportágat Gödöllön, méghozzá május 1-én a Majálison, a városi Majálison. Ott lesz egy utánpótlás verseny, tehetségkutató verseny. Nem tudom, melyikötök avatottabb erről beszélni, akkor András parancsolja. Mind a ketten egyébként. Hogy mind a ketten. Tehát akkor osszátok fel egymás között, hogy mi ennek a lényege, mit szeretnétek elérni vele, kiket vártok, milyen, hol lesz a verseny, milyen telep viszonyok között lesz ez a verseny. Hát amit érdemes erről tudni, ezt mondjátok el. Jó, akkor magamhoz ragadhatom a szót. Persze.
Alapvetően már nagyon régen tervezgetjük, hogy Gödöllőn valamilyen kerékpáros eseményt szervezünk. Gödöllőn ugye a kerékpárosok, akik egyébként a kerékpárban valamilyen formában érintettek, tehát a Magyar Kerékpáros Klubnak a gödöllői tagozata, mi például ugye elég jó kapcsolatban vagyunk, sőt kifejezetten jó kapcsolatban vagyunk, és ugye az, hogy egyébként a Gödöllő kerékpáros barátváros, és egyébként a kerékpározás mint olyat előtérbe kellene helyezni, leginkább ugye az aktív élet, egészség címszóval. Emiatt ugye már nagyon régen tervezzük, hogy csinálunk Gödöllőn kerékpáros programokat, és ugye kit kell megfogni, hát ugye a gyerekeket kell leginkább megfogni, mert hogyha a gyerekeket már megfogtuk, akkor ugye a felnőtteket is rajtuk keresztül meg tudjuk fogni, mert akkor már a családok együtt fognak biciklizni, és akkor már sokkal többet teszünk. Egyébként Gödöllő az ebből a szempontból rettentően jó adottságokkal rendelkezik, hiszen a parkokkal nagyon jól lehet biciklizni, annak ellenére, hogy vannak olyan tényleg nagyon forgalmas utak, amik igazániból nem jó biciklizhetők, de azon kívül rettentően sok kertvárosi út van, ami viszont nagyon jó biciklizhető. És már több éve tervezzük ezt, de ilyen-olyan akadályok miatt mindig voltak valamilyen buktatók, ezek még nem jöttek össze, de most szerencsére azzal, hogy lesz Gödöllőn maján is, így hirtelen össze is kötöttük a kettőt, és hát mellé szervezzük ezt az első maján is kupát, ami a gödöllői kerékpáros verseny lesz. És ezt tulajdonképpen két részre fogjuk bontani. Az egyik rész az kifejezetten a tehetségkutató, tehát ott arra fogunk fókuszálni, hogy aki egyébként eddig nem kerékpáros versenyző, meg esetleg nem is lesz kerékpáros versenyző, meg nem is szándékozik, hanem egyébként más sportágat űz, vagy nem is sportol nagyon rendszeresen, tehát ilyen versenyszerűen, akkor is ő el tud indulni, és egyébként egy jó buliban, egy klassz buliban tud részt venni ezen a kerékpárversenyen. És emellett ugye szervezünk egy citycross futamot is, és a citycross futam pedig kifejezetten azoknak lesz épített akadályokkal, akik már egyébként mondjuk úgy, hogy kerékpárversenyzők, tehát meg tudják mutatni, hogy ők egyébként nem, tehát hogy látszik azon, ahogy bicikliznek, hogy ők azért rendszeresen sportolnak. Hol lesz a helyszín? Ki lesz az alsó parkban? Ott tudtak építeni pályát? Igen, az önkormányzattal egyeztetve lesz a Világfa környékén. A hátsó részen, a szánkózódom oldalon. Egy 1,2 km hosszú pálya lesz körülbelül kijelölve a gyerkőcöknek. Ez ugye a tehetségkutató futamon majd korosztálytól függően lesz a táv meghatározva, vagy a körök száma, és a citycross versenyen pedig az akadályokkal dúsított. Nevezni hol lehet erre? Ugye kell előzetesen nevezni, vagy a helyszínen is lehet? Lehet előzetesen is nevezni, igazából az a legjobb megoldás számunkra, mert fel tudunk készülni erre, hogy körülbelül hány főre számíthatunk. Hát a weboldalunkon lehet nevezni, a bikezone.hu-n, és ott van egy nevezési felület, ott a kért adatokat meg kell adni, és egy előreutalással a nevezési díjat. És ennek a versenynek lesz díjazása? Hát inkább csak jutalmak, tárgyjutalmak lesznek a... Sikerült egy-két támogatót szereznünk erre a rendezvényre, és az ő felajánlásukból lesznek tárgyutalmak a gyerekeknek. Hát a helyezés, a helyezettek, akik dobogóra fognak állni, ők érem, kupa és tárgyutalom, de minden induló gyermek kap valami kis ajándékot. És melyik lesz a legfiatalabb korosztály, honnan vártak, és a legidősebb gyerekkorosztály nyilvánvalóan? Az U7-es korosztály lesz a legfiatalabb. Azt jelenti, hogy 7 év alattiak? Igen, a 7 év alattiak. Tehát én elsős... általános iskolások? Igen, nagycsoportosok, elsősök, akik már ügyesebbek. Saját biciklivel kell érkezni. Természetesen, és kötelező bukósisak használata. Igen, és a legidősebbek azok pedig az U15-17-es korosztály, akik hát reménykedjünk benne, hogy minél többen eljönnek, mert az a korosztály, akik már serdülnek és kicsit önállóbban gondolkodnak, mint a többiek, és azért sajnos ott elég nagy azok köre, akik ezt lehet, hogy cikinek találják, hogy egy ilyen kerékpárverseny elinduljanak, de reméljük, hogy... Előfordulhat az, hogy olyanok jelentkeznek, ad abszurdum nyernek, vagy tehetségesek, akik nem tagjai jelen pillanatban a Bikezone-nak? És akkor utána esetleg azt mondjátok nekik, hogy nálunk folytathatjátok? Hát persze, természetesen előfordulhat, azért rendezzük a versenyt, tehát nem azért rendezzük, hogy a Bikezone minden díjat elvigyen, hanem ugye azért rendezzük, hogy mindenki jól érezze magát, és egyébként várunk más egyesületekből is versenyzőket, akikkel egyébként mi teljesen jó kapcsolatban vagyunk, tehát itt a kerékpársport az viszonylag családias, tehát itt nincsenek olyan véremenő viták, hogy most ki lett az első, hanem aki itt első lesz bármelyik magyar kupafutamon, azt a többiek gratulálnak neki.
és teljesen barátsággal fogadjuk, meg utána nagyon sok a baráti kapcsolat, tehát hogy nincsen ilyen jellegű rivalizálás. És hát szeretnénk is egyébként, hogy előkerüljenek olyan tehetségek, akik érdeklődnek ez a sport iránt, és észrevesszük, hogy itt még nekik nagy jövőjük lehet. Igen. Hány órakor van ez a verseny? Május 1-én. Hát 10 órakor kezdődik maga a verseny, de előtte a helyszíni nevezőket azt várjuk szeretettel. Tehát az már 9 óra fele megnyitják a nevezési lehetőségeket, regisztrációt. Igen, és akkor 10 órakor kezdődik a legkisebbeknek a futama, és akkor így folyamatosan a korosztályokkal Igen. És akkor, ha vége van a tehetségkutatós korosztályoknak, akkor jönnek a citycrossosok, azok is szét vannak szedve korosztályok szerint. És a végén lesz egy ilyen csapatváltó, hogyha összejönnek háromfős csapatok, akár a helyszíni nevezők közül. Lehet vagy akár családi váltó is? Akár. Hát nem, mert ugye az utánpótlásról gyerekcsapatokat szeretnénk elindítani. És akkor nekik is lesz egy ilyen csapatváltós kis futam a végére. Ez egyedi esemény, vagy terveztek még esetleg idén valamit itt a városban, vagy a környéken? Hát nem, szerintem nem tervezünk idén. Ez most mondjuk a belvárosi napokkal kapcsolatban gondoltam ilyenre, esetleg szeptemberben. Ott meg szoktunk jelenni, de nem versenyrendezés kapcsán, hanem csak megmutatni magunkat, hogy vagyunk, és hogyha érdeklődik ott is valaki, főleg az utánpótlás korúak körében, akkor szeretettel várjuk őket, és ki tudják próbálni magukat egy kis akadálypályán. Tehát akkor maradjunk abban, hogy május 1-e, Gödöllő Alsó Park, és akkor 10 órától kezdődik a verseny, de aki már nevezni szeretne, vagy szeretne részt venni ezen a versenyen, vagy megmérettetésen, akkor már 9 óra fele látogasson ki a Világfa környékére, és azt gondolom a nézőket is várjátok, akik látványos programot. Tehát köszönöm szépen, Rigó Zsolt, és Kis András volt a vendégünk a Bike Zone Gödöllő Kerékpáros Egyesületből. Köszönöm szépen. Mi köszönjük a lehetőséget. Őknek is szeretném megköszönni a figyelmet mára. Ha észrevételük, javaslatuk vagy véleményük van a műsorral kapcsolatban, azt a képernyőn látható elérhetőségekre juttassák el. Legközelebb 2 hét múlva, azaz május 4-én lesz térfél. Akkor is várom önöket. Viszontlátásra!